Március 15-e az idei évben kedre esik, így aznap a boltok többnyire zárva lesznek. A nemzeti ünnepet megelőző napokon, tehát március 12-től 14-ig, vagyis szombattól hétfőig azonban változatlan nyitvatartási idővel várják a vásárlókat a nagyobb kereskedelmi láncok üzletei. A keddi ünnepnapot követő szerdától szintén a megszokott nyitvatartási idő lesz érvényben. A nemzeti ünnep miatt változik a vonatközlekedés rendje. Eszerint a vonatok március 13-án és március 14-én, tehát vasárnap és hétfőn ünnepnapi, március 15-én kedden pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A volánbusz helyi és helyközi járatai március 12-én a szokásos szabadnapi, 13-án munkaszüneti napi, 14-én szabadnapi, 15-én pedig ünnepi és munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek. Ébred a természet, felpesdült az élet, kézműves műhellyel, nyílt nappal és családi kalandtúrával várták a családokat a hosszú hétvégén a sóstói látogatóközpontban. A nyílt napon az érdeklődők megismerkedhettek a látogatóközpont játékaival és az évszakokra hangolt tematikus programjaival is. Emellett egy születésnapi programot is végigkövethettek, ahol ezúttal a sóstó egyik képzeletbeli lakóját, Kócsak Karcsit ünnepelték. A nyílt nap remek alkalmat biztosított arra is, hogy a családok, kicsik és nagyok felfedezzék a kreatív játékokat, részt vegyenek az évszakokra hangolt tematikus ökotúrán, és megvalósíthassanak egy-két környezettudatos ötletet is. Nagy élvezettel vesznek részt a gyerekek Kócsak Karcsi születésnapján. Ő ugye a látogatóközpontnak, illetve a sóstónak a jelképe, az egyik jelképe. Ez 9 óra 30 perckor kezdődött, 10 órakor pedig egy ökotúrán vehetnek részt majd az ide látogatók a sóstó természetvédelmi területen. Március 18-án pénteken 14 órától látogatható a Királyok és Szentek, az Árpádok kora című nagyszabású kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított főutcai épületében. Az Árpádház program keretében megvalósuló, minden idők legnagyobb árpádkori emlékeket felvonultató tárlata a nyitó napon egészen éjfélig ingyenesen látogatható. Eközben a főutcai múzeum épület előtt kulturális programok sora is várja az érdeklődőket 14 óra 30 perctől egészen az esti órákig. A kiállítás június 15-ig naponta 8 és 20 óra között látogatható a Szent István Király Múzeum főutcai épületében. Részletes információ a kiállítás honlapján a www.arpadok.hu oldalon olvasható. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ünnepi bérletének záróestjén az európai zenetörténet egyik legnagyobb alkotásában Johann Sebastian Bach 1727-ben bemutatott monumentális Mátai passiójában mélyülhettek el a zenebarátok a Budai úti református templomban rendezett hangversenyen. A koncerten a kórus és szólótételek sorában drámai erővel megelevenítő kompozíció előadásában a kiváló énekes szólisták mellett közreműködött az Ars Oratória Kamarakórus és a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusai. Ez egy örök időkre szóló darab, olyan üzenete van, amely minden kornak, minden gyermekét meg tudja szólítani. Zeneileg az egyik legösszetettebb darab, amit valaha leírtak, és olyan mélységeket mutat meg, mind kompozíciósan, mind az emberi lélek rezdüléseit, illetően Bach, amely azt hiszem, hogy minden időkbe beírta magát a zenetörténetbe. A koronavírus 5. hullámának vége, azonban még mindig vannak covidos betegek. Mosolygó Éva háziorvos elmondta, hogy lecsillapodott a járvány, robbanás történt a többi kórokozókat tekintve. Az enyhítéseknek köszönhetően a maszkviselés hiányában egyre több vírusfertőzés jelentkezik. A szakember azt mondja, bakteriális fertőzések is jelen vannak, maszkviselést javasol még mindig azokon a helyeken, ahol tömeg van, hiszen influenzás beteg is egyre több van. Az influenza vírus jelenlétét is látjuk és sejtjük, hiszen nem történik minden esetben specifikus diagnosztika, de a magas lázzal, nagy végtaggyengeséggel járó esetekből feltételezzük, hogy ezek vírusfertőzések, jó nagy része valószínű, hogy influenza vírus. Az átélt COVID egy fertőzés egyáltalán nem véd influenza fertőzés ellen, csak a speciálisan influenza vírus ellen beadott védőoltás. A Kiskut útja szombaton is megtelt élettel. A fehér sport barátaira egy tradicionális megmérettetés várt, hiszen ebben az esztendőben is megrendezték a nőnapi vegyes páros tenisztornát. A jó hangulatú verseny előtt is népszerű program várta a Kiskut útja vendégeit, hiszen a világon egyre népszerűbb a kardiotenisz, sokat segíthet a szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek is. Ez most már hagyományjá kezd válni itt nálunk a Kiskut teniszklubban, ez a rendezvény, a nőnapi vegyes páros torna. Most egy
szomorú dolog kapcsán egy volt alkalmazottunk eltávozott, és az ő emlékére rendeztük meg ezt a mai teniszversenyt. Nem lett túl nagy létszámú, mert a helyi vendégek azért itt hagytak minket, elmentek most síjjelni, de azért szép számmal így is összejöttünk. 2 milliárd forinttal támogatja a kormány a magyar tulajdonú Kaola ZRT zöldmezős beruházását. A 190 éves múltra visszatekintő vállalat 3,8 milliárd forintos egészségipari beruházása a Martonvásári Ipari Parkban valósul meg. Első lépésben egy 4000 négyzetméteres gyártócsarnok épül a pénzügyminisztérium által elindított egészségipari támogatási program keretében. Az alapkőletételi ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, a koronavírus járvány megmutatta, meg kell erősíteni az egészségipart, amely a magyar emberek érdekét szolgálja. Ez a program most már 82 olyan fejlesztést tartalmaz, ami az orvosi maszkoktól elkezdve a lélegeztetőgépeken át egészen az egyszerű gyógyszer termékekig, mint például favipiravir, most már magyar beszállítókat tud támogatni és segíteni, és ezek itt vannak Magyarországon, itt állítják elő ezeket a termékeket. Úgyhogy ezek a beruházások, ezek a fejlesztések hozzájárulnak, hozzáadódnak a gazdasági növekedéshez, hozzáadódnak az összteljesítményhez, az eredmények pedig a magyar gazdaság és a magyar emberek érdekeit szolgálják.